Vidám hangulat, rengeteg petpalack és sok-sok dolgos kéz. Ilyen volt a tavalyi, vagyis a 9. felső tiszai petkupa zárónapja. Ez azt is jelenti, hogy idén már a jubileumi 10. eseményre készülhetnek a csapatok. A hagyományos 8-napos programra a kitartó és elszent visszatérő csapatok mellett most is várják a lelkes újoncok jelentkezését. Egyrészt kell egy jó adag elhivatottság a környezet védelme iránt, hiszen az alapvető cél, amivel meg lehet nyerni a petkupát, hogyha nagyon-nagyon sok szemetet szedünk össze az ártérből. Ebből pedig sajnos még mindig bőven akad nagy mennyiség. És hogy miért is a petpalackok? Ugye a petpalack az, ami a súlya miatt könnyen fennakad a fákon, a bozótokban, amikor árad a tisza, akkor ugye kiteszi a hordalékát, amiben sajnos nem csak természetes anyagok, hanem hulladékok is vannak, és amikor visszahúzódik a medrébe, akkor pedig ezek a hulladékok ott maradnak. Úgyhogy mi ezeket próbáljuk összeszedni, tehát kell egy nagyon nagy fokú elhivatottság a környezetvédelme iránt. Szerintem kell egy jó adag őrültség is, hogy belevesse magát az ártérbe, a tényleg a csalánosba, ami sokszor a part felől meg sem közelíthető rész, és hát nem hátrány némi vízi jártasság. Azért a minimum az, hogyha tud úszni az ember, ugye a csapatok hajókon haladnak, amit ők maguk építenek, az önkéntesek pedig kenukból segítik az ő munkájukat, tehát nyilván nem kell itt nagyon magasfokú vízi képzettséggel rendelkezni, nem kell, hogy valaki tudjon kormányozni, de hogy ne féljen a víztől, az azért nagyon fontos. A hagyományos petkupa mellett idén már harmadik alkalommal fogják megrendezni a bodrogi és a tiszatavi tisztító akciót is. Ezek rövidebbek, 4 illetve 5 napos versenyek, és kevesebben is tudnak részt venni, tehát viszonylag azt lehet mondani, hogy egy szűkebb körnek szólnak, mert a területek adottságai, a kempingek mérete, az meghatározza, hogy hány ember tud részt venni egy-egy ilyen versenyben, úgyhogy itt érdemes minél hamarabb jelentkezni, hogyha valaki ezeket a rövidebb versenyeket szeretné kipróbálni, mert ezek olyan 7-8 csapattal indulnak el, egyszerűen mi is kötve vagyunk az infrastruktúrához, ami az adott régióban rendelkezésünkre áll, tehát nem tudunk 300 embert egy 100 férőhelyes kempingben elhelyezni, úgyhogy ezek ebben is mások, hogy kisebbek, viszont ettől családiasabb a hangulat. Tavaly összesen 32 PET hajóval több mint 120 folyamkilométert tettek meg a csapatok, amelynek köszönhetően 20 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a vizekből és átereikből. Idén is hasonló célokat tűztek ki. Aki pedig szeretne részt venni a versenyeken és hozzájárulni a folyó megtisztításához, az a Tiszta Tisza applikáció segítségével regisztrálhat 2022. február 28-áig.